Csipetke, jó öreg csipetke, hogy ezt mindenki tudja, hogy hogy készül, de azért megmutatjuk ezt is. Ez is bele fog kerülni a bablevesünkbe. Lehet, hogy egy külön videóként fölteszem, mert nagyon sokan tudják, ismerik. Ebben nem szeretnék eltölteni az időt, hát akkor megmutatjuk, hogy mi hogy készítjük az egyszerű csipetkét. Tehát fogtunk egy tojást, egyébként egy ilyen 8 liter leveshez, körülbelül 7-8 liter leveshez csinálok egyetlen egy tojásból, amit ugye fölütöttem, egy nagyon-nagyon picit föl fogom keverni. Egyébként a csipetkének is több módozata van, mert lehet olyan csipetkét is készíteni, amikor nagyon-nagyon finomra vágott, zeller, zölddel, petrezselyemmel van összegyúrva. Mi most egy abszolút a la nature eredeti csipetkét készítünk el. Hozzáteszünk egy nagyon-nagyon pici sót ízlés szerint, és egyszerűen megfogom a lisztet, és elkezdem hozzáadagolni. Ugye itt figyelni kell a mennyiségre, és elkezdjük összeforgatni, először villával, és utána jön természetesen a kézi munka. Ehhez külön vizet, folyadékot nem kell hozzáadni. Egyébként egyszerű zöldséglevesekbe létezik olyan is, biztos, hogy ismeritek, hogy vajas csipetke, tehát vajjal dolgozzátok össze a lisztet és egy kevés tojással, és még lágyabb csipetkét kaptok. Természetesen egy bablevesnek ez nem jó, nekünk kemény csipetke kell. Ugye amikor ennyire megvagytok az összedolgozással, ilyenkor igazság szerint jöhet teljesen már a kézi munka. Hozzáteszek egy kevés lisztet, még egy kevés lisztet. Igazság szerint ugye az a lényege, hogy a villa összedolgozásával először, hogy ne legyen ragacsos a kezetek, bocsássatok meg, ilyenkor már folyamatosan hozzányomhatjátok a lisztet, és egyszerűen egy nagyon kis, kellemes, egyszerű tésztát össze fogtok dolgozni. És innen látom, hogy már több lisztre nekünk nem is lesz szükségünk. Ennyit fölvett, tökéletes. Megfogom, és a továbbiakba így már kézzel össze fogom dolgozni. Esetleg innen még föl lehet venni a nagyobb maradék tésztákat. Ezt odébb is fogom helyezni, és nézzétek meg, ennyire egyszerű az egész, összedolgoztam. Ezt lehet természetesen deszkán is tovább dolgozni, de sok értelme igazából nincsen. Megfogtuk, összedolgoztuk, és ebbe a helyzetbe ilyen kis csipetkéket fogok kiszaggatni kézzel. Ugye ez már megint ízlés dolga, mert valaki kisebbet, nagyobbat, hát mi nagyjából ilyen méretűeket fogunk csinálni. Ez nagyon-nagyon mutatós lesz a bablevesbe, de természetesen gulyáslevesbe. Sokan tesznek egyébként lebbencslevesbe is, sőt, még láttam olyat is, hogy a palóclevesbe is beleteszik, tehát nagyon-nagyon sok elkészítési formája van, pontosabban nagyon-nagyon sok levesbe. Egy burgonya levesbe is bele lehet tenni, ki hogy szereti. Na, hát végeredményben ennyi a csipetkénk. Ezt megfogom, itt a napon még fogom szárítani körülbelül egy olyan jó 3-4 órát, míg fő a bablevesünk. Ugye ebből egy kicsit most ki fog még menni a nedvesség tartalom, és utána természetesen bele fogjuk főzni a bablevesünkbe, ami ott a háttérbe körülbelül egy jó óra múlva készen is lesz. Ebbe tettünk nagyon finom füstölt percet, füstölt oldalast, egy vegyes babból készítettük el, egy vegyes virágbabból, aminek nagyon-nagyon-nagyon szép színe van. Így fogunk eljárni, sőt még a hűtőbe, most találtam egy nagyon-nagyon finom kis gyulai kolbászt, azt is vele fogom dolgozni, és egy fantasztikusat fogunk étkezni. Na, tehát ennyi a csipetke, látjátok, nem egy nagy technológia, mindenki el tudja készíteni. Kisebb, nagyobb, valaki egyébként ezt a tésztát le is reszeli, úgy is teljesen jó, tehát mindenki a saját ízlése szerint járjon el. Jövünk vissza, folytatjuk a levest, vagy aki éppen csak a csipetkére volt kíváncsi, annak
remélem meg tudtam mutatni. Tényleg egy roppant egyszerű, és egy ilyen egy tojásból készült csipetkét körülbelül ki tudtok csipkedni egy 10-12 perc alatt összesen. Vagy ha többen nekiálltok, akkor értelemszerűen hamarabb megvagytok vele. Elkészültünk a csipetkével, nézzétek meg, ez egy egy tojásból készült mennyiség, nagyon-nagyon egyszerűen megvoltunk vele, kisfiam segített, 6-7 perc alatt kicsipkedtük az egészet. Na, tehát lényegében csak azért szerettem volna ezt megmutatni, nem kell megvenni a 3-4-500 forintos csipetkéket, hanem szinte pár forintból, egy tojásból, kis lisztből, sóból össze tudtok dolgozni egy ilyen adag csipetkét, és bármilyen kis levesbe, amit szerettek, akár egy krumplileves, gulyáslevesbe, palóclevesbe, vagy bármilyen levesbe, amiben illik egy kicsit is a csipetke, bele tudjátok tenni. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, most készül a bableves, azt is nem sokára föl fogom tenni, ez a mennyiségünk megy bele a bográcsba, és egy fantasztikusat fogunk enni. Sziasztok, jövünk a következő videóval, azt is feltétlenül, ha van kedvetek, természetesen nézzétek meg. Itt vagyunk lenn Balatonon, főzőcskézünk, és megpróbálunk most is, amennyi időnk van, csak föltenni egy-két videót. Sziasztok!